Tehát nincs ez a 72 óra. A 72 óra kompromisszum nélkül az Ökumenikus Ifjúsági Iroda által szervezett projekt, ami már több év óta létezik Magyarországon, és idén a MEGDESZ is csatlakozik hozzá. Bátorítani szeretnénk a diákköröket, hogy minél többen vegyenek részt ebbe a projektbe. A lényeg az, hogy 72 órán keresztül, október 15 és 17 között, péntek, szombat, vasárnap, bármilyen fejlesztési, ökológiai vagy szociális projektet kitalálhat egy-egy diákkör, és önfinanszírozással, esetleg az egyetemmel közös társfinanszírozással megvalósíthatja ezeket a projekteket. Bármi lehet, engedjétek szabadjára a fantáziótokat, keressetek egy projektet, egy problémát az egyetemen, és próbáljátok megvalósítani. Van olyan diákkör, akinek az jutott eszébe, hogy az egyetem saját vasútállomását próbálja meg felújítani, vagy kicsinosítani. Volt más, akinek az jutott eszébe, hogy nincs térkép az egyetemen, és ezért megpróbálja segíteni a hallgatók, a diáktársak tájékozódását a saját egyetemükön. Ami fontos az, hogy ez egy tök jó PR-fogás a MEGDESZ-nek, a saját diákkörötöknek, így könnyen ismerté válhat a saját diákkörötök az egyetemen, ha valamiféle ilyen projektben részt vettek, illetve bevonhatok nem hívő diákokat is a projekt megvalósításába, ami után esetlegesen ott maradhatnak a diákkörben, ami segítheti a missziót. Mikor indul ez a projekt? Október 15-én, péntek délután 2 órakor lesz egy találkozó a Bazilikánál, ahol mindenkit várunk, hiszen tök jó lenne, hogyha megjelennénk minden nagyobb számban megdeszesek, megdeszes, folytkövös, nyári táboros, mindenféle pólókban, és ezzel is, amit valószínűleg tévés közvetíti ezt az eseményt, és ezzel is hirdetnénk a MEGDESZ-t. De nagyon támogatjuk azt, hogy vidékiek is a saját egyetemeken találjatok projektet, valósítsátok meg, anélkül, hogy eljönnétek Budapestre a 15-én is, és bármit csinálnatok itt. Mindenkinek hajrá!